Az orosz megszállók dróncsapásokkal támadtak egy kenyérgyárat és egy óvodát Nyikolajivban. A Nyikolajiv katonai közigazgatás vezetője Vitali Kim a Telegramon közölte: ma éjjel 1 óra 23 perckor az ellenség az előzetes információk szerint iráni gyártmányú Shahed 136 per 131-es csapásmérő drónokkal lőtték Nyikolajivet, írta Kim. Elmondása szerint egy 5 emeletes lakóépület sérült meg a legsúlyosabban. Egy vállalkozásnál pedig egy 2 szintes épület semmisült meg a lövések következtében. Szintén a lövések következtében mindkét helyszínen tűz ütött ki, amelyet az Állami Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság Mikolájiv területén működő egységei azonnal eloltottak. Azonban eddig 3 sérültről lehet tudni, közölte az Unián Ukrán Hírügynökség. Ukrajna 36 támadást vert vissza az orosz megszálló erők részéről a Bakhmuti front 4 fő irányában május 12-e óta. Az ellenség 4 rakéta és 26 légicsapást mért, több mint 20 támadást hajtott végre rakétarendszerekből. Lakóépületek és más polgári infrastruktúra sérült meg. Olvasható a fegyveres erők legutóbbi jelentésében. Az oroszok az S-300-as légvédelmi rendszerrel rakétacsapásokat mértek Kramatorszk és Zaporizsa területére. Május 12-én Oroszország 36 támadást hajtott végre a front jelzett területein. A harcok epicentrumában továbbra is Bahmut áll, közölte az Ukrajinska Pravda. Ukrán csapás érte péntek délután Luhanszk városát. Az ukrán hadsereg megerősítette, hogy ők hajtották végre a csapást, és azt is közölték, hogy Kramatorszk városából lőtték ki a rakétákat Luhanszkra. A 2 település közt nagyjából 130 km a távolság légvonalban, ami bőven túl van az Ukrajna által használt HIMARS rakétarendszerek hatótávolságán. Azt viszont nem közölték, hogy milyen eszközt használtak a csapáshoz. A CNN-en alig 2 napja ment le egy műsor, amelyben a Storm Shadowról beszélt a szakértő. Megemlítette, hogy a rakétának nagyon fejlett lopakodó és navigációs rendszere van, alacsonyan is tud repülni, és ezek miatt a légvédelem csak nehezen tudja észlelni. Arról is szó esett, hogy a britek és az ukránok közti megegyezés értelmében csak Ukrajna nemzetközileg elismert megszállt területein vethetik be az ukránok a rakétákat. Viszont így is sokat segíthetnek az ukránoknak, mivel le tudnak csapni velük a Krím-félszigetre, valamint Donyeckre és Luhanszkra is. Úgy tudni, hogy a Luhanszban végrehajtott precíziós csapás egy gyárépületet talált el, amelyeket a híresztelések szerint az orosz hadsereg használt. Az orosz megszállók folytatták a szárazföldi támadásokat Bahmutban és környékén az ukrán oldalról érkező helyi ellentámadások ellenében, írja az Ukrán Unián Hírügynökség az Institute of the Study of War friss jelentése alapján. Az elemzők megjegyezték, hogy a geolokációval ellátott felvételek azt mutatják, hogy a megszállók Bahmut északnyugati részén nyomulnak előre. Az intézet szerint a Wagner csoport 220 métert nyomult előre Bahmutban, és a város északnyugati szektorában 3 fő erődített területet támad. Ezen felül az orosz megszállók folytatták a támadó hadműveleteket az Ajdiivka-Donyeck vonal mentén. Az ISV megjegyezte, hogy a geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az orosz csapatok enyhén előre nyomultak Ajdiivkától 2 kilométerre délkeletre. Az Ukrajnát és a világot a fegyverszállításokkal kapcsolatban érő orosz fenyegetés üres beszéd, és Oroszország számára a legrosszabb csak most kezdődik, közölte Olekszij Danyilov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára közösségi oldalán, adta hírről az RBK Ukrajna hírportál. Danyilov Putyin sajtótitkárának Dmitrij Peszkovnak a szavaira reagált, aki kijelentette, hogy az Orosz Föderáció megfelelő választ készít arra, hogy Nagy-Britannia nagy hatótávolságú Storm Shadow cirkáló rakétákat szállít Ukrajnának. A Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára hangsúlyozta, hogy Oroszország minden arra irányuló kísérlete, hogy megfélemlítse az ukránokat és a világot, egy úgynevezett megfelelő válaszlépéssel üres beszéd. Putyin mindent felhasznált, amit csak fel tudott használni, Oroszország számára pedig a legrosszabb csak most kezdődik, szögezte le Danyilov. A Nemzetbiztonsági Tanács titkára álországnak nevezte Oroszországot, mert szerinte nem lesznek nyugati fejlesztései és befektetései. Az oroszok találkozni fognak a fejlett technológiával, és ezek nem okostelefonok lesznek, tette hozzá Olekszij Danyilov.
Az ukrán kormány módosította a nemzeti rendőrségre vonatkozó jogszabályt, amelynek értelmében ezentúl a rendőrök új jogköröket kapnak, közölte Taras Melnyicsuk, a kormány parlamenti megbízottja, Telegram csatornáján, számolt be az RBK Ukrajna hírportál. Melnyicsuk elmondta, hogy a rendőrség ezentúl a fegyveres erőkkel, a nemzeti gárdával, a határőrséggel, az ukrán biztonsági szolgálattal és a speciális szállítási szolgálattal együttműködve harcolhat majd a szabotőrök és illegális félkatonai csoportok ellen. Ezzel együtt a nemzeti rendőrség lehetőséget kapott arra, hogy segítse az állami határőrszolgálatot az illegális határátlépés módszereinek, valamint a fegyverek és lőszerek mozgásának feltárásában. A parlamenti kormány megbízott megjegyezte, hogy a rendőrség a jövőben figyelemmel kísérheti a közigazgatási bírságok és egyéb szankciók részeként az állami költségvetésbe történő befizetések beérkezését, valamint biztosítani fogja és végrehajtatja a hadiállapot jogrendszerének intézkedéseit. Számítástechnikai eszközök érkeznek a Szolyvai 10-es számú oktató-nevelő intézménybe, ahová ezúttal is Magyarország ungvári főkonzulátusának közben járásával érkezett meg az adomány. A konzulátus munkatársaihoz akkor érkezett a kérés, miszerint korszerű eszközökre volna szüksége az iskolának, amikor egy nagy teljesítményű generátort sikerült eljutatniuk az intézmény számára. Nagyon baráti a kapcsolatunk. Nagyon örülünk, hogy segítenek nekünk. Nem először fordultunk az ungvári főkonzulátushoz, ők folyamatosan igyekeznek segíteni nekünk. Mindig pozitívan reagálnak a kéréseinkre, mondta az igazgató. Magyarország a háború kezdete óta segíti Ukrajnát, ebben pedig komoly közvetítő szerepet tölt be az ungvári főkonzulátus. Több mint egy éve koordinálja az adományok eljuttatását, a segélyszállítmányok célba érkezését és a menekültek Magyarországra utazását is. Meg szeretném köszönni az ungvári főkonzulátusnak és a magyar partnereinknek, minden konzulnak, hogy maximális segítséget nyújtanak és segítenek a menekültek ideiglenes elhelyezésében. Köszönte meg a kormányzó. Magyarország segítségnyújtása nem csupán Kárpátalját, hanem belső Ukrajnát is érinti. Az ukrán anyanyelvű lakosság mellett természetesen az ország keleti részén élő magyar közösségekhez is juttattak már el számos adományt. Így a chmelnyickijai magyarok is mindig számíthatnak Magyarország segítségére. Üresek voltak az üzletek, nem volt mit enni, szörnyű a helyzet. Hála Istennek a magyar kormány és Bacskai József főkonzul úr, az ungvári mindig meghallgat minket, és segítenek, és küldenek élelmet, és akkor szétosztom az embereknek, olyan 30 fő még maradt a városba, többiek már nem menekültek, nem tudom, hogy valaha visszajönnek, vagy nem, 100 magyar élt a városba. A több mint egy éve tartó orosz-ukrán háború áldozatainak pontos számáról csupán részinformációk láttak eddig napvilágot. Azonban a magyar nemzetiségű katonák száma hivatalosan már több mint egy tucat, és sokat eltűntként tartanak nyilván. Magyarország az ungvári főkonzulátuson keresztül minden érintett magyar családot felkeres, és anyagi támogatásban részesíti őket. Sajnos az elmúlt időszakban ismét több alkalommal kellett hasonló eseményen részt vennünk. Magyarország külgazdasági és külügyminisztériuma egy olyan programot valósít meg, hogy egy kis anyagi juttatásban részesítsük azokat a családokat, akik a családfenntartót, testvért, édesapát elvesztették. Magyarország amellett, hogy történelme legnagyobb humanitárius akcióját hajtja végre a háború kitörése óta, az ungvári főkonzulátuson keresztül több területen is segítséget nyújt. Legyen szó akár a többségi nemzetről, vagy épp a magyar közösségekről. Ezek a cselekedetek azok, amelyek kijelölhetik a továbbiakban is a két ország közötti kapcsolatok helyes irányát. Ez az ormány, mert több ezer izomros található, ezzel egy picike kis gombostyút is fel tudna venni, de egy fát is ki tud vele csavarni. Multifunkcionális szerv, bármire tudja használni. Nehéz körülmények között élő felső tiszavidéki gyermekek számára szervezett kétnapos magyarországi élményprogramot az Ökumenikus Segélyszervezet és az Observer. Az egyik helyszín a Nyíregyházi Állatpark volt. A kedvenc állatom az a majom.
Biztos ma ebbe az állatkertbe meglássuk, mert ez az állatkert nagyon szuperes, nagyon szép, nagyon nagy. És mert azért szeretem a majmokat, mert ők nagyon gyorsak, szeretnek a fán járkálni, szaladgálni, és nagyon szépek. A Kőrös mezőn élő iskolások régi vágya volt a Nyíregyházi körút, ami most megvalósult. A légvédelmi riadók nagyon megviselik a gyerekeket is, vagyis őket legnagyobban, mivel az órákat azt szakítja félbe a tanórákat, hogy le kell mennünk a pincébe, és ott kell 2-3 órán át várakozni, mikor lesz ennek vége. Ezért a pszichológiai állapotuk a gyerekeknek már nagyon megviselt, a rendszerük már nagyon meg van viselve, és ez a kikapcsolódás, ez az utazás, nekik annyira nagy élmény. A harmadik osztály, ide be lehet nézni, persze. Gyerekek, köszönünk! Jó napot kívánok! A gyerekek kitalálják, hogy mit szeretnének csinálni a tanárnénivel. Például itt utazgattunk, kitalálták, hogy hova szeretnének menni, mit szeretnének látni. Egyik nagy vágyuk, hogy eljussanak a nyíregyházi legógyárba, de még nem sikerült megszervezni. A Kőrösmezői iskolások a Tisza nevében című filmben beszéltek arról, hogy nagy álmuk eljutni Nyíregyházára és felkeresni a legógyárat, illetve az állatparkot. A támogatók ekkor figyeltek fel a nehéz körülmények között élő gyerekek álmaira. Ljasuk Dimitri filmrendezőnek szívügye a természetvédelme és a gyerekek környezettudatosságra nevelése. Örül, hogy ilyen módon is segíthet a gyerekeknek. Nagyon boldog vagyok, hogy összejött, mert 3 évvel ezelőtt voltam, amikor a Tisza nevében dokumentumfilmemet forgattam Kőrösmezőn, az általános iskolába, és ott ugye bemutattam, hogy a gyerekek hogy tanulják meg a szelektív hulladékgyűjtést, válogatást, és akkor elhintettem a filmbe, hogy az a legnagyobb álmuk, hogy eljussanak egyszer Magyarországra a Lego gyárba és ide az állatkertbe. Hát és ez 3 éve volt, 2 éve mutattam be a filmet, közben jött a Covid, a háború, és nem nagyon tudtuk megszervezni. Én már szinte le is mondtam róla, amikor az Observer megszervezte és jelentkezett, hogy jönnek a gyerekek, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy tulajdonképpen egy álomnak a megvalósításához hozzájárulhattam a filmmel, és nagyon büszke vagyok az Observerre és az ökumenikusokra, hogy ezt mind összerakták, és nem felejtették el, és végigvitték, és most itt vannak, és nagyon boldogok a gyerekek. Gömbölyösné Mátrahegyi Anna, az Observer ügyvezető igazgatója elmondta, 30 kárpátaljai gyereknek és tanítóiknak támogatták a magyarországi élményprogramot. Példaértékű az, ami velük történik, hogy egy többszörösen nehezített pályán ilyen tudatosan nevelik őket, őrzik a magyarságukat, és ezek a gyerekek a mindenféle nehézségek ellenére is pusztán csak gyerekek akarnak lenni, ilyen vágyaik vannak, hogy játszunk, legyenek kalandjaink, legyenek élményeink, és mi úgy gondoljuk, hogy nekünk ez a dolgunk, ha tehetjük, és mindenkinek, aki teheti, lehetőség és módja van rá, azt tegye meg, hogy segítsünk nekik gyereknek maradni minden körülményben. Gerevics János, az Ökumenikus Segélyszervezet ukrajnai vezetője kiemelte, a 2022. február óta tartó háború nem csak a belső ukrajnai menekülteket sújtja, hanem a kárpátaljaiakat is. Ezért kiemelt figyelmet fordítanak a helyiek támogatására. A gyermekek esetében a különleges események, ha csak rövid időre is, de csökkenteni tudják a háború okozta traumát. Téli időszakban fa, brikett, kályha, vásárlási program. Hát az élelmiszer, a higiéné, a generátor, a pszichoszociális segítségnyújtás, ezek mind-mind mentek az év folyamán, minden olyan régióban, ahol erre szükség volt, beleértve Kárpátalját. A képviseletünk Kárpátalján a kezdetektől ellátott 220 menekült helyet, élelmiszerre, higiéniai termékekkel, gyermek élelemmel. 140 tonna brikettet szállítottunk házhoz a rászoruló családoknak. Minden olyan család, aki befogadott Kárpátalján menekültet, ingyen kapott 5-5 köbméter fát.
Elláttuk a nagyobb intézményeket generátorokkal. Az ökumenikus segélyszervezet eddig több mint 360 ezer menekültnek segített Magyarországon és Ukrajna 20 régiójában. Többek között mintegy 1700 tonna adománnyal, menekült szállások támogatásával, újjáépítési és fejlesztési programokkal, pszichoszociális segítségnyújtással. Ötvenkét főből álló látogatócsoportot fogadott Bocskor Andrea független európai parlamenti képviselő Strasbourgban. A Kárpátaljáról, Hajdúböszörményből, valamint Konyáról érkezett vendégek betekintést nyerhettek a kárpátaljai születésű képviselő munkájába és az Európai Parlament működésébe. Az Európai Parlament épületében először Bodnár Alexandra, képviselőasszony egyik asszisztense vezette körbe a csoportot, majd előadást tartott a parlament szerkezetéről, kialakulásának hátteréről, a jelenleg működő 7 frakció tevékenységéről, valamint a képviselők főbb feladatairól. Ezt követően nyílt lehetőség találkozni Bocskor Andrea képviselőasszonnyal, aki beszámolt az EP-ben végzett munkájáról, felvázolta az aktuális politikai helyzetet, kitért a különböző bizottságokban zajló folyamatokra is. Nagy örömömre szolgál, hogy kárpátaljaiak is meglátogathatnak az Európai Parlamentben, akár Brüsszelben, akár Strasbourgban. Emelte ki stábunknak Bocskor Andrea. Jelenleg Strasbourg gyönyörű városában vagyunk, amely az Európai Parlament második székhelye. Minden európai parlamenti képviselőnek mandátuma során lehetősége van, hogy minden évben 110 látogatót hozzon ki az Európai Parlament brüsszeli vagy strasbourgi székhelyére, és nekem az a szerencsém, hogy Kárpátaljáról és Magyarországról, elsősorban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből, illetve Hajdú-Biharból is fogadhatok vendégeket, és most, ha így visszagondolok az elmúlt 8 évre, akkor talán több mint 800 embernek is sikerült ezáltal lehetőséget nyújtani arra, hogy ellátogasson ide, megnézze az Európai Parlamentet, megnézze Strasbourgot, Brüsszelt, és egy kicsit betekintést nyerjen a munkánkba, az én munkámba, illetve a Fidesz-KDNP delegáció munkájába. Ez elsősorban ugye annak is köszönhető, hogy én itt lehetek az Európai Parlamentben, hiszen a Fidesz-KDNP 2014-ben úgy döntött, hogy nemzeti listát indít, és ennek köszönhetően Kárpátalja is lehetőséget kapott én általam, hogy képviselje a közösséget itt az Európai Unió fővárosában. Jelenleg ugye a több mint egy éve tartó háború nagyon rányomja a bélyegét a kárpátai magyar közösség életére is, megnehezítve a mindennapokat, és nagyon sok anyagi és pszichológiai terhet róva az emberekre. Így ezáltal úgy gondolom, hogy ez a kis pihenő, ez a kis kizökkenés a mindennapokból egy nagyon pozitív hatással lehet azokra, akik eljöttek ide. De másrésztről azt is nagyon fontos, hogy megtapasztalják és lássák és hallják, hogy mit teszünk mi delegációként és én képviselőként azért, hogy ez az ukrajnai háború minél hamarabb véget érjen és visszatérjen a normalitás. A Bocskor Andreával történő találkozást követően a csoport az ülésterem karzatáról figyelhette a plenáris ülés munkáját, ahol kiemelt témaként épp az Európai Uniós vízgazdálkodás volt napirenden, majd közösen tekintették meg az EP parlamentáriumát is. A katedrális itt látható a hátunknál, igazából ez az egyetlen középkorból fennmaradt legmagasabb épület ma a világon, ami 142 méter magas, egy tornya fennmaradt. A parlamenti körutat követően lehetőség nyílt a városnézésre is. Megtekinthették a strasbourgi Notre-Dame katedrálist, amely a világ legmagasabb középkori épülete, valamint ellátogattak a város Petit France negyedébe is, ahol gerendás kereskedőházak szegélyezik az Ill-folyót. Hát ez a kirándulás tényleg nagyon jó volt. Először is gyönyörű szép helyeken jártunk. Strasbourg egy nagyon szeretnivaló város. Másodszor, de nem utoljára az, hogy megismerhettük az Európai Parlamentnek a működését. Belehallgathattunk, belenézhettünk az ülések sorrendjébe, még meg is hallgattuk, miről beszélnek. Tanálkoztunk
Bocskor Andreával, akinek a munkáját nagyon tiszteljük, és nagyon-nagyon jó volt érezni, hogy mennyire emberséges, mennyire közel állunk egymáshoz, lelkileg, szellemileg is, hogy egy huron pendülünk, védjük a kisebbségek jogait, nagyon átérezzük ezt a dolgot, mert abba benne vagyunk. A kárpátaljai látogatócsoport többségét a Rákóczi Főiskola, valamint a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség küldöttei alkották. Kirándulás mindenféleképpen egy élmény volt, ha számításba vesszük a kárpátaljai magyarság helyzetét is, azért nem utolsó sorba egy ilyen kirándulás sokunknak lehetetlen lett volna önállóan megszervezni, úgyhogy ez nagy segítség is volt, meg öröm is azért, hogy eljuthattunk ide. Strasbourg egy nagyon szép kis takaros város, látnivalókkal, kultúrával, úgyhogy örök élménynek marad meg, mert ugye itt az összes nemzet egy helyen tömörül, mindenkinek lehet a véleményét meghallgatni, és több szempont is sorra került a Strasbourgba, amikor beültünk a plenáris ülésre, és ugye felszólaltak különböző országok képviselői, és azt hallottuk, hogy mindenkinek egy azon témáról hányféle elképzelése, vélemény volt, úgyhogy ez mindenféleképpen egy nagyon érdekes és elgondolkodtató élmény és tanulás volt, mert sok olyan szempont is felmerült, amire mondjuk mi például nem is gondoltunk volna. Egy nagyon nagy politikai nyomás van ugye Magyarországon már évek óta. A szempontok fontosak, és kárpátaljai képviselőként kiemelten fontos számomra Ukrajna Európai Uniós csatlakozása, amelynek egyik alapfeltétele kell, hogy legyen a kárpátaljai magyarság jogainak megtartása és a korábban meglévő jogok visszaadása, emelte ki Bocskor Andrea képviselőasszony. Elsősorban azt igyekszünk elérni, hogy ebben a folyamatban a kárpátaljai magyar közösség ne szenvedjen hátrányt, és a kisebbségi jogok tiszteletben tartása, illetve a korábbi kisebbségi jogok valamilyen szinten megmaradjanak, és a közösség ne veszítse el azon jogát és lehetőségét, hogy magyar iskolában tanulhassanak a gyerekek, és legyen érdekképviselet, illetve a közigazgatás szintjén, különböző szintjein figyelembe vegyék a kárpátaljai magyar közösség érdekeit és véleményét is. Az Ukrán Tudomány Napjához igazodó tudományos diákköri konferenciát. 17. alkalommal rendeztek kárpátaljai tudományos diákköri konferenciát a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány és az Országos Tudományos Diákköri Tanács szervezésében. A konferenciát minden év tavaszán az Ukrán Tudomány ünnepe alkalmából tartják meg Beregszászon. Váradi Natália, a Géniusz Jótékonysági Alapítvány irodaigazgatója kiemelte, a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferencia az egyetlen lehetőség a kárpátaljai fiatal kutatók számára, hogy kijussanak az Országos Tudományos Diákköri Konferenciára. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola a Géniusz Jótékonysági Alapítványa a közös szervezésben 17. alkalommal szervezi meg a Kárpátaljai Tudományos Diákköri Konferenciát az Országos Tudományos Diákköri Tanács HTDK programjával közös szervezésben. Évente a Géniusz Alapítványa főiskolával két olyan tudományos diákköri fiatal kutatói konferenciát szervez, amely illeszkedik a Kárpát-medence, illetve országos szintű rendezvényekhez. Így a fiatal kutató konferenciája a magyar tudomány ünnepéhez, míg ez a tudományos diákköri konferencia az ukrán tudomány ünnepéhez igazodik. Júliustól lehetett jelentkezni a különböző szekciókba dolgozatokkal egészen márciusig. Ez idő alatt 34 fiatal, 35 pályamunkát nyújtott be. Az ő dolgozataikat 34 oponens értékelte, hiszen ugye az a szabály, hogy itt előadni csak az tud, aki már átesett egy szűrőn. A dolgozatokat legalább két oponens bírálta, és ezen túl a Momentum doktorandusz fiatal kutatói is értékelték azokat. Maximum 50 pontot lehetett gyűjteni és hozni a mai rendezvényre a dolgozatokkal. Stílus, szerkezet, kutatási eredmények, kutatásmódszertan és az téma aktualitása és fontossága volt értékelve, tehát van már maximum 50 pontja egy diáknak, aki ide érkezik.
A tudományos utánpótlás nevelés alapítása óta az egyik kiemelt célja a főiskolának. Fontos, hogy terepet, teret biztosítsunk azoknak, akik tudománnyal foglalkoznak és érdeklődnek a kutatói munka iránt, emelte ki Csernicskó István, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola rektora. Felsőoktatás nincsen tudomány nélkül, a kutatás a szerves része minden egyetem, minden főiskola életének. Tulajdonképpen, ha szeretnénk azt, hogy legyen kárpátaljai magyar tudományos utánpótlás, ha szeretnénk azt, hogy legyen kárpátaljai magyar értelmiség, akkor nagyon fontos az, hogy a fiatalok ismerkedjenek meg a tudományos kutatómunka alapjaival. Egy kutatónak azonban nem csak kutatnia illik, nem csak azt kell tudnia, hogy hogyan kell mondjuk egy jó tanulmányt megírni, hanem részt kell vennie tudományos megmérettetéseken, konferenciákon is. Miért? Azért, mert itt lehet a legtöbbet tanulni. Ott vannak a kollégák, ott vannak a tapasztaltabb oktatók, tutorok, akik el tudják mondani, hol sántít még esetleg a kutatás, ötleteket, tanácsokat tudnak adni, vagy egy másik előadást meghallgatva sokszor rádöbbenünk arra, hogy a csodában ezt nem gondoltam végig, esetleg én is megnézhetném ezt, esetleg ebben a témában én is tudnék valamit kutatni, vagy érdekeset hozzátenni. Éppen ezért ezek a rendezvények ezért nagyon fontosak, illetőleg azért is, mert megismerik egymást a fiatalok. Ha megnézzük, akkor itt vannak egymás mellett a zsűriben az Ungvári Nemzeti Egyetem és a Rákóczi Főiskola oktatói, itt ülnek egymás mellett a különböző karok, intézmények, tanszékek, hallgatói, akik így közvetlen kapcsolatba kerülnek egymással, megismerik egymást, és olyan hálózat, olyan akár barátság szövődik, ami aztán a későbbiekben is elkísérheti a fiatalokat. A konferencia célja, hogy hitelesen mutassák be a legújabb tudományos eredményeket, és felkeltsék a fiatalabb generációk figyelmét is a tudományos életpálya iránt. A konferenciára 34 kutató jelentkezett, akiknek a beküldött munkáit és felszólalásait 35 szakmailag elismert zsűritag értékelte helyben, illetve az online térben. A mai napon is a zsűri, aki egy 35 tagú bizottság, 10 magyarországi felsőoktatási intézményből és 25 a kárpátaljai felsőoktatási intézményekből értékeli a fiatalok munkáját. Talán nem egészen helyesen fogalmazok, amikor azt mondom, hogy értékeli, hiszen javaslatokat fogalmaznak meg, egyáltalán nem kritizálni szeretnék a fiataloknak az eddig elért munkásságát és eredményeit, hanem inkább hozzátenni tanácsokkal ellátni őket abból a célból, hogy minél eredményesebb munkák szülessenek, és minél többen kijuthassanak az Országos Tudományos Diákkori Konferenciára, hiszen ez az egyetlen olyan kárpátaljai magyar konferencia, ahonnan ki lehet jutni erre az országos megmérettetésre. Nagyon szépen köszönjük a magyar kormánynak, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkárság Bethlen Gábor alapnak, a Kulturális és Innovációs Minisztériumnak, a Nemzeti Tehetségprogramnak a támogatást. A fiatalok, a kárpátaljai magyar akadémiai tanács jó voltából ösztöndíjba részesülnek, illetve ki külön díjba részesülnek azok, akiket a tanács vagy a zsűri erre érdemesnek tart, illetve a Rendszerváltás Kutatóintézet és Levéltár jó voltából könyvcsomagot fognak átvenni június 3-án a Tehetségnapon. 6 szekcióban zajlik tehát ma a munka: biológia, kémia, matematika, filológia, adóügyi, számvitel, történelem. A konferencia végeztével elismerő okleveleket adtak át, illetve a Kárpátaljai Magyar Akadémiai Tanács felajánlásából ösztöndíjban részesültek a felszólalók. A rendezvény megvalósítását a magyar kormány, a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatta.